your eyes, I could barely breathe no matter how I tried. I held you close just to keep you. Ah, az túl messze van. Na, sziasztok mindannyian, reggel van, és pont emiatt kérlek titeket arra, hogy ne nézzétek meg a hajamat. Egy icipicit elaludtam, valamint fújt is a szél. Úgyhogy ez egy ilyen bad hair day lesz. Tegnap este érkeztünk meg ide Balaton közelébe, és ma pedig az a tervünk, hogy elmegyünk és forgatunk valamit a Balatonnál, megnézzük, hogy itt télen hogy néz ki a Balaton, hiszen nagyon sokan csak nyáron járják be ezt a balatoni tájat, és télen is gyönyörű lehet. Sőt, hát jártam már itt most télen, úgyhogy tudom, hogy gyönyörű. Már csak azért is érdemes egyszer lejönni így a Balatonra, hogy tél van, nincs szezon, nincs meleg, mert teljesen kihalt az egész. És nagyon furcsa látni a balatonboglári strandot például, ami nyáron meg van tömve, fel is tele van emberekkel, és most hát meg fogjátok látni, hogy milyen igazából. Viszont nem csak egy sétálás és körbenézés miatt jöttünk le a Balatonhoz. Lesz egy komolyabb dolog, amit szeretnénk ma véghez vinni, ami hát az időtől is függ, de elég kemény lesz, úgyhogy erről majd később. Remember when we were much better? I wish we could go back to when we went singing in the rain. Most az a tervünk igazából, hogy lejöttünk ide a Balatonhoz, és olyan programok vannak itt általában télen a Balaton mellett, ami a meleg vizet támogatja, a meleg vízről szól, a fürdésről, a gyógyvizekről. Ugye itt van közelben Hévízitó, ahova elmehetnénk, hiszen egy meleg tóról van szó, belül még melegebb most itt télen, 33 fokos a víz, kívül 26 fokos a víz. Tehát elmentünk volna oda, el is mentünk, viszont nekem még valami hiányzott ebből az utazásból, ebből a téli balatoni utazásból, és nem egy másik termálfürdő hiányzik nekem, hanem ténylegesen télen a Balaton vize. Úgyhogy tegnap eldöntöttük Bencével, hogy bármi is legyen, ma megmártózunk a 4 fokos Balatonba. Ilyenkor nincsen kialakítva, hogy a strandrész, át kell mászni a sziklákon, és nem olyan kellemes a íz, mint nyáron, hanem mondhatni felettébb kellemetlen. Na uram! Hol megyünk bele? Hol megyünk bele? Hát nem tudom. Jó lesz? Oh, hideg? Na, akkor mehetünk, uraim! Bencuskám, 4 fokos Balaton víz, csobbanás! Jó? Csak csobbanás! Úristen! 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 Gyere már, uram! Igen! Uram! Gyere! Bence, menjél már! Úristen, nem bírom! Kész! Nem érzem a lábam! Nem érzem a lábam! Jó, gyerekek! Ennyi volt ez a csobbanás, tényleg ennyit terveztünk, csak ez... Most lenne jó elmenni Hévízre! Hú, Bence, gyere egy kicsit ide, mondd el, hogy milyen volt, kell mondanám gyorsban. Mennyi lehet a kokszín, meg trágár. Mondjad, uram. Szar volt. Nagyon hideg volt. Nagyon hideg volt, és a lábamat se éreztem. Hát, és rohadtul előbb mentem be, mint ez, nem ért. Bence, nagyon szeretne még egyszer menni, tudjátok mit? Felveszem újra a cuccaimat. De ugyanígy csak be tudunk ugrani, hát nem fogunk úszkálni ebbe. Egymás mellett villám gyorsan. Jó. Oké, mert előbb az volt a gond, hogy nem egymás mellett. Nem egymás, hát külön-külön mentünk. Igen. Gyere már, gyere! Gyere, gyere! Röcsköljük egymást! Gyere, gyorsan! Bence, megcsináltuk. Ezt megfogadtuk tegnap, ugyanilyen kézfogással megfogadtuk tegnap, hogy megcsináljunk, és megcsináltuk. Csak az a baj, hogy nem fűt a kocsi elég rendesen. Gyerünk, tess! Hú, lábam jött, esküszön nem érzem, mint egy jégcsap. Nos, hát most már így jelentkezem felöltözve, kicsit azért kellemesebb így. Egy nagyon pár szó arról, hogy mégis milyen volt ez. Egyszerre volt irtózatosan kellemetlen,
és egy kicsit kellemes is. Egyszerre volt marha rossz, és elfogadható. Ugyanakkor hosszú idők óta ez volt a legfelszabadítóbb, legfelemelőbb érzésem, hogy igazán élek, és mivel most vagyok fiatal, most kell ezeket a hülyeségeket kipróbálni, és ezek egy 10-15, sőt akár 50 év múlva hihetetlen szép emlékek lesznek majd nekem. De ennyit magamról, most megkérdezném kicsit Bencét, hogy ő mit érzett. Na uram, az így kabátban jobb, mint amúgy. Kifejezetten sokkal jobb. Ilyenkor még nem fürödtem, pláne nem 4 fokos vízbe, de abszolút jó volt. És a ropi az mindent visz. Az minden. Még annyit mondj már el nekem, hogy bent a vízben milyen érzés volt neked. Zsibbasztó. Ez mondjuk igaz. Ez igaz. És most így a videó végére engedjetek meg egy pár másodperces kis inspirálást. A mai nap ráeszméltem arra, hogy mit se számítanak a körülmények. Nem számít az, ha fáradt vagy. Nem számít az, ha szakad az eső. Nem számít az, ha éppen egyedül vagy netán társaságban vagy. Ha valamit eldöntöttél és elhatároztál, azt véghez is kell vinned. Meg kell ragadnunk minden egyes lehetőséget, hiszen nem tudhatjuk soha, hogy lesz-e újabb. Hogy annak, amit mi eldöntöttünk, annak újra nekifuthatunk-e, vagy esetleg egyetlen nagy alkalmunk adódott, és azt elrontottuk. Ne felejtjétek a híres mondást, éljétek úgy az életeteket, mintha nem létezne holnap.